A Vörös Marti Társaság Kossuth utcai termében Csurgai Horváth József, a Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatójának köszöntőjét követően egy portrébeszélgetés keretében Farkasi Csilla moderálásával mutatták be világhírű hazánk fia Tapolcai László most megjelent önéletrajzi kötetét, amely stílszerűen Design az életem címmel jelent meg. Ez a kötet, amit most ma bemutatunk, ez az ő életművének egy darabja. Az igazi életmű az az iparművészet, a formatervezés, és erről ír most tulajdonképpen ebbe a kötetbe az életútját, a pályát, a szakmát boncolgatja, és örökíti meg saját bevallása szerint az unokái számára. Tapolcai László, mondhatjuk, otthonról hazajött, mert a Székesfehérvárról induló szakember ma már, mint a nemzetközi formatervezés kultikus alakja a szakmai pályafutása során otthonra talált az Egyesült Államokban, a Távol-Keleten és egész Európában. Egyszerű a dolog, mert van két olyan unokám, most újak, 5 évesek, hogy a nejem, a gyerekeim az én magyar életemet nem nagyon ismerik. És ezeket le kellett írni. Mi lesz, amikor a gyerekek megnőnek, és kérdezik majd, hogy hát az papa mivel foglalkozott. És azért írtam, hogy ezt a könyvet odaadja a gyerekeknek, és azok megtanulják, meglátják, hogy mivel foglalkoztam elejétől fogva mai napig. A designer nevéhez fűződik számos innovatív és egyedi termék és termékcsalád, így a Pfizer orvosi berendezéseinek, a John Deere mezőgazdasági gépek és traktorok és az Adidas lábbelik vezető tervezőjeként is megismerhette nevét a világ, hiszen életének mottója elkíséri, tervezés határok nélkül.